A Balassa János Kórház tudományos tanácsa és a Kóra Alapítvány évek óta rendez szakmai konferenciát a hipertónia kezelésének aktuális kérdéseiről. A magas vérnyomás népbetegség, halljuk lépten nyomon, és több más betegséggel együtt is társul. Éppen ezért a szakma fontosnak ítéli, hogy minden érintett terület elmondja tapasztalatait. A hipertónia az első számú közellenség, az első számú némagyilkos. Ha azt vesszük, hogy világszerte 10 millió ember hal meg a hipertónia következtében évente, az egy óriási szám, még nagyobb döbbenet, hogy ezeknek a fele nem tudott arról, hogy hipertóniás, és úgy kap agyvérzést, úgy kap szívrohamot, úgy kap hirtelen halált, hogy a hipertóniáról nem tudott, nem, hogy nem volt kezelve. Ez magyar számokra lefordítva, Magyarországon a lakosság 35-40%-a hipertóniás, tehát ez egy 3,5-4 millió embert érint. Emiatt fontos az, hogy minden orvos tudjon erről, ezt nem a kardiológusoknak, nem a belgyógyászoknak a belügye, minden egyes orvos-beteg találkozáson, még ha csak egy szemorvosi vizsgálatra megy valaki, vagy egy műtétre, egy adott szakterületre, fontos volna a vérnyomásmérés, mert sorra fedezzük föl a fel nem ismert hipertóniásokat. Ez a 3,5 millió embernek körülbelül a fele van szintén kezelve az országban, és annak is csak a fele van jól kezelve. Sajnos Tolna megyében a 2015-ös felmérés, ez a legfrissebb, annak az adatai szerint még ennél is kevesebb, alig csak a negyedük van jól kezelve, és hát a jól kezelés azt jelenti, hogy a célértéket eléri. A cél a jó kezelésben az, hogy a 140/90-es határ fölé ne menjen a vérnyomás. A szakmai közvélemény megpesdült, mondta Bencúr főorvos, mióta az Egyesült Államokban ezt a célértéket még alacsonyabbra határozták meg. Az se legyen biztonságban, akinek 135/85-ös a vérnyomása, neki is nagyobb a kockázata annak, ahhoz képest, akinek csak 120/70. Tehát az, hogy életmódváltás, életmódkezelés, és ez rögtön már diabétesszel, hipertóniával meghozza a kapcsolatot, az indokolt már ebben a tartományban is. A kórház tudományos tanácsa az egyik fő céljának tartja, hogy a legfrissebb információkat adhassa a szakmának, mondta Kondákor István főorvos, a tudományos tanács elnöke. Az külön egy cél, hogy ilyen neves rendezvényeket Szekszárdra hozhassunk, mivel azt gondoljuk, hogy a megyei kórházak között a Szekszárdi megyei kórház is egyben egyetemi oktató kórház is olyan értékekkel rendelkezik, hogy méltán vannak egyre több, egyre nagyobb számon itt országos rendezvények. Ugye a rendezvénynek a fő témája a hipertónia. Ez több szakmát érintő probléma, és a lakosságnak egy jelentős része előbb vagy utóbb ugye hipertóniával szembesül, akár saját maga, akár a beteg rokonok vagy családtagok révén. Amennyire ezt egyszerűnek gondoljuk, sokkal bonyolultabb ennél a helyzet, már csak abból is kiindulva, hiszen nagyon sok fajta gyógyszer áll a rendelkezésünkre, de még mindig nincs ideális és általánosítható, hatékony gyógyszeres terápia. Mondhatni úgy, ez egy ennyire szabott. És pontosan emiatt, hogy ennyire szabott a hipertónia kezelése, nagyon komoly szakmai kérdés és dilemma, szinte mindennapos dilemmát jelent az, hogy milyen az ideális vérnyomás beállítás, hány gyógyszerrel, hány hatásmechanizmusú gyógyszerrel, ezek milyen kombinációval érhető el az ideális vérnyomás, egyáltalán mi az ideális vérnyomás, erről is az alapkérdésről folyamatosan megy a diskurzus szakmába. A megelőzésnek épp úgy, mint a rendszeres testmozgásnak kiemelkedően fontos szerepe van. A megelőzés egyik legfontosabb eszköze pedig a rendszeres szűréseken való résztvétel. A betegség első jelei után megfelelő kezeléssel kordában lehet tartani a némagyilkosnak titulált kort.